sziasztok! Van nálatok terasz? Mi újság van, gyerekek? Hát jó régen volt farming, és meg is mondom, hogy miért. Mert félek tőle, mint a tűztől, mert úgy megszivattam magam, mint az állat, de gondolom erre jó párra rájöttetek. Jaj, haj, de jó! Normálisan működik! Az első szerkezet nem úgy, mint a MySummer kárba, hogy a szeme álljon meg a készítőknek. Milyen jó lenne, hogyha ilyen kis szolidan lehetne működtetni. Nem minden karokkal kellene húzogatni. Mondjuk néha, hogyha karokat húzogatnak az emberek, az jó tud lenni, de szerintem hagyjuk, engedjük el ezt a pervers. Oda nézzetek, gyerekek, ezzel úgy lehet prakolni, mint az őrület. Azt odébb kéne tűrnöm egy kicsit. Tűrnyi, úgy. És akkor ezt meg ide be lehetne tűrnyi. Csak az a nagy problém, hogy egy kicsit elcseszte a kipőr. Na, megint összeszedetlen hülye kezdés. Aztán akkor meg majd mondjátok, hogy kipőr, ne légy hülye. Legyél okos, ha már szép nem vagy. De figyeljetek, oda nézzi. Azért az évek meg a rutin, az meghozza azért a gyümölcsét, mi? Azért sikerült belepeszkálni. Figyelj, hát megütöm fölülről, és jó lesz. Na! Ja, egy kicsit elanyagoltam a farmingot, így megmondom őszintén, egy hétig azon gondolkoztam, hogy miért tökömet fogok tudni csinálni. Mert így lendületesen nekiálltam ugye megint az 1 milliárd euró kihívásnak, körülbelül 5 forinttal a zsebünkbe, és azon agyaltam, hogy mi a tököt fogok tényleg csinálni, mert körülbelül szinte nincs olyan opció, amivel pénzt tudnék csinálni. Készíteni! Pénzt tudnék gyűjteni, mindig ugyanazt a szavat, nem érdemes azt a szavat. Jól van. Szó kis bővítéssel. Abszorbálom azt, hogy a szót többször mondjam, azt mondom neki, hogy szavat. Na, milyen jó szinoníma. Igaz, hogy nem létezik csak a keeper fejébe. Na, de jó, van így is semmi probléma. Ez valóban ide kéne még begyeszteni. Csak nem beleakaszt. Az a baj, hogy ez nem a legjobb szituáció lett. Az kéne, hogy most rajd van csak a villán, és így megbellenteni. Megbellenteni, csak az a baj, nem lehet megbellenteni. Jobb. Igen, és ez egy ilyen speciál trükk volt, így kell helyre rázni a dolgokat. Jó, oké, figyeljetek. Komolyak leszünk, mint a Verika szokta mondani, hogy én vagyok a kipőr, a Efes pápa. Tényleg mindig azon szokott rólkodni. Te vagy az Efes pápa. Úgyhogy ahhoz mérten kellene játszani. Jó, három darab bála megvan. Meg akkor kéne vinnünk magunkkal. Szerintem, ugye a gyerekek? Szerintem. És ki kéne találni, ugye ezt mindenképp meg kellett csinálni. De ki kellene találni, hogy hogy szerzünk még pénzt. Pénzt. Money, lóvé. Van egy ötletem, megvan, hogy kellene többet fölvinnem, várjál, mindjárt meg lesz. És szándékosan hömbölgetem itt a bálákat, higgyétek el. Egyébként mindig szidjuk így a Farming Simulator Engine-t, de szerintem nem néz ki maga rosszul a játék, nem? Mármint így már még a 19 is egész kellemes. Ja, egyébként, ha nézed ezt a videót és nem nézted az ingyen Farming Simulator 22-es videómat, akkor tekintsél rá, menj fel a csatornára. És ott van róla videó, hogy meg link, hogy honnan tudod eredetibe a Farming Simulator 22-t most megszerezni csütörtökig. Hát, hogyha később nézed ezt a videót, akkor már hiába. Nem mindegy, melyik csütörtök. 2025-ben nézed ezt a videót, akkor lehet, hogy már nem aktuális. Jó, oké. Na, erre gondoltam, hogy így kettőt föl tudok-e bökni. Mit gondoltok? Working ez? Vagy ez így bugolni fog a dolog? Ha? Mit szóltok? Ha, várja. Lehet, hogy kettőt nem fogsz tudni felbökni, az ilyen... Oh yeah! Oh yeah! Azért? Az Efes pápa titulushoz hülyed. Kettő darab bálát. Felcsippentettünk. Hoppá, csak az a baj, hogy az irányítás ez kicsit elment borér. Hát egy kicsit orrnehéz lett a tattarunk. De most, hogy rajta pótkocsi, így most már oké. Okay. Na gyerekek, veretjük neki, mint az őrület. Nagyon nem merem engedni, mert nehogy lehessen, meg nagy fékezése kellene.
Igen, pénzt kéne csinálni, és azt beszéltük, hogy akkor... Hú, meg tudjátok, mitől félek nagyon, mint a tűztől, mindjárt mondom. Hát konkrétan attól... konkrétan attól, hogy ezek a dómok, ezek kicsik lesznek nekem. Mármint ahhoz is kell majd igazodnom, hogy ezekben a kicsi dómokba kell működnem. Szóval valószínűleg, hogy inkább a állattenyésztést kell előtérbe helyeznem, mert különben nagyon rá fogok cseszni, ugye? Nem hiszem, hogy itt ilyen pici dómokba annyi növényt tudok termeszteni, amivel így megfelelő mennyiségű pénzt ki tudok vakarni. Szóval ezzel is így együtt kéne élni. Jó. Ami lényeg most az, hogy ugye kellene nekem eke-beke, meg kellene nekem vetőgép. Mondtátok, hogy ugye szántás után is nyugodtan tudok vetni, szóval nem kell nekem külön kultiválnom, úgyhogy ezt engedd el kívül, hanem csak szánts fel a területet. Úgyhogy ez lesz, srácok. Jajaj, egy kicsit bugor ez a bál az elején. Figyeljétek meg, hogy nem fogunk... De jaj, visszacsúszott, jól van. Milyen szépen. Visszacsúszott rá arra a rudra. Jó, nyugodj el, elképőr. Na most... Ez lehet, hogy hangos volt, ugye? De benne volt minden érzés, amit kiváltott belőlem az, hogy... Ja, meg nem beszélhettem volna. Jó, kilégzés volt, gyerekek, kilégzés. Ja, hát ez egy kicsit... szívrom közeli állapotba kerültem. Hajajaj, stoj! Oké. Okay. Na, már van nekünk 6500-unk, meg mindjárt visszahozom azt a bálát. I'm sorry. Jó, legalább itt benne esett le, oké. Okay. Nincsen gond. Nincsen probléma. A képőr feje ott romba. Oké. Okay. Fuck yeah. Gyerekek, egyébként akkora izébe vagyok, akkora projektbe, csak nem nagyon akarok beszélni róla, mert így magamba dédelgetem egy ilyen real-time My Summer Car projektet, ugye tudjátok, hogy autóbuzi a Keeper, és most nagyon benne van valamiben, hogy milyen járművet fog vönni. Csak még hónapok kérdése, amire ez meg fog történni, mármint a vásárlás, de utána egy rettenetesen durva videósorozat lesz azzal kapcsolatban. Lesz egy valós Mindsummer, akár egy nagy álmomat valósítom meg. Az egyik nagy álmom ugye a Golf 2 volt. Hát ott voltam olyan hülye, hogy elengedtem. Mármint úgymond a nyomásra is. És van egy autó, ami még mindig így ilyen dédelgetett álmom számomra. És azt meg akarom venni. Ugye a Golf 2-t is gyakorlatilag egy nő miatt engedtem el, mert ő neki egy Golf 2-es, az egy csörgő-zörgő kacat volt. És ugye a... Hú, hogy mondjam ezt, pedig ezt pont ezen gondolkoztam ma, hogy miért kell nekem egy bizonyos autótípus akkor is, hogyha az nem idézőjelesen menő. Mert ugye, hogyha egy menő autót akarsz, akkor veszel egy 20 éves prémiumot, és akkor az összes csitri hülye csaj szemében már menő leszel, de lehet, hogy ugyanannyi pénzért te veszel egy olyan autót, ami számodra mondjuk egy álom, legyen ugyanannyi szinte egy Golf 2-es, vagy egy Golf 1-es, vagy legyen egy Volkswagen Bogár, amelyik abszolút nem menő, de neked az az álmod, és emiatt nagyon sok ember elegeri az álmait, mivel azt gondolja, hogy másoknak kell megfelelni, például egy autóval. És szerintem egy baromi nagy hiba, és nem ide kell mennünk. Szerintem egy baromi nagy hiba, hanem érdemes a saját álmaiddal foglalkozni, mert hogyha mindig másoknak akarsz megfelelni ilyen álom szinten, hogy na mert megyünk BMW-t, mert az a menő. Jaj.
akkor igazából ott leszel azzal az autóval, és lehet, hogy tényleg úgy másoknak nagyon tetszeni fog, de neked meg annyira nem, mint amennyire a te álmodat akartad volna megvalósítani. És lehet, hogy nagyon örülnek azok az emberek, meg te is örülsz annak, hogy tetszik az autót sok embernek, meg vagy annak, aki például mondjuk a csajodnak, vagy akkor a haverodnak, vagy a bárkinek, vagy a munkatársaidnak, de hát az nem te vagy, és akkor max annak tudsz örülni, hogy nekik tetszik, annak nem, hogy neked tetszik, érted? Úgyhogy én most így döntöttem, nagyon sokat dilemmáztam, majdnem mert vettem egy német prémiumot, pont amiatt, hogy jaj, mert az mindenkinek úgy, az menő, és mindenkinek tetszik. Nagyon sokat beszélgettem haverrel erről, hogy... És ő szóba került BMW, Mercedes, Audi egyébként, de azt rájöttem, hogy igazából ez nem nekem tetszik, hanem az hogy a társadalomnak tetszik. Mondjuk a csajoknak, meg a... Most ezt jó, az én esetemben nagyon nem érdekel, hogy a csajoknak tetszik egyébként. De értitek, mire gondolok, hogy az nem neked tetszik, hanem az a társadalomnak tetszik, az embereknek, az utcán, a haverjaidnak, a munkatársaidnak, akárkinek. De igazából az jó, oké, én elismerem, hogy biztos van olyan, akinek tetszik, mint vásárló. Tehát azért veszed azt, mert neked az jön be. De nagyon sokszor a motiváció nem abból fakad, hogy neked jó, hanem abból, hogy másoknak tetszel. Érted? Érted, mire gondolok? Ez olyan, mint hogy nagyon kevés olyan ember van szerintem, aki azért edz, mert hogy mondjuk magának akar tetszeni, vagy egészséges akar lenni. Hanem az emberek szerintem 90%-a másoknak akar megfelelni, akár a párjuknak, vagy akár a leendő párjuknak, meg az embereknek, érted, vagy mire gondolok, és ez szerintem egy nagyon rossz út. Szerintem sokkal jobb az út, aki saját magával foglalkozik, és most nagyon sok ismerősöm van, haverom, aki teljesen boldog anélkül, hogy például nem edz. Cigizik, pizzát zabál, tök jól érzi magát, és leszarja azt, hogy mit gondolnak mások. És ez szerintem tök jó. És nem érdekli mondjuk az autók, ott van most egy... Szerintem az egyik legjobb példa, Bundi haverom, aki például számítógépes játékokat szeret, úgy mint én. És körülbelül leszarja, hogy ő edzeni akar, ő tök jól érzi magát a bőrébe, és nem akar megfelelni hülye idiótáknak. És emiatt nem... emiatt... Hogy mondjam... Ezért alakít, vagy nem úgy alakítja az életét, hogy ő nekik megfelelje, hanem úgy, hogy ő saját magát boldoggá tegye. Akár számítógépes játékokkal, gépek épít magának. Ááá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 
hogy élvezi az életet. Ja, aztán ez visszatérve az autó dologra. Sajnos a Golf 2-met elengedtem pont egy csaj miatt, mert ő számára csak a Golf 2 az egy öreg. Megjegyzem, akkor volt, amikor vettem, ugye az körülbelül mikor volt? 4 éve volt Golf 2-m talán, vagy 5. 5 talán, vagy 4. Én imádtam, nekem az nagy álmom volt. Volt róla videó is, azt hiszem, ugye, hogy ne lett volna. És egy fehér Golf 2 volt, 4 körlámpa, ugye, csak egy 1.6 D volt, de csodálatosan szerette. Na, de ugye más, meg csak egy csörgőzörgő kotla volt, emiatt ugye megváltam tőle, és ezt nagyon bánom. Tényleg borzalmasan bánom. Én egyik legrosszabb döntés volt, és ezt még egyszer nem fogom elkövetni ezt a hibát, hanem arra azon gondolkoztam, hogy mi az, amit én szeretnék, és van egy nagy álmom, amit én akarok. Meg én akarok, és nagyon régóta akarom, és elképzelem, el tudom magamban képzelni, imádnám szerelni, imádnám szépíteni, és ugyanazt a feelinget érezném, mint a, például annó, amikor volt a zöld Ventóm, ugye az Army Ventó, ezt lehet, hogy ismeritek sokan, ez egy elég jó, a folyak is verde volt, hát ez remélem nem esik le itt ez az első, de egyébként most baromi jó lesz, pakoltuk. Lassan megyünk, lassan fordulunk. Úgyhogy van egy ilyen projekt, ami benne a fejembe, még valószínű, hogy pár hónap kell hozzá, de onnantól sok garázs videó fog
indulni. Sok-sok-sok-sok! És nem akarom addig mondani. Van olyan ember, aki tudja, beszéltem vele, de nagyon sokan nem. Hát senki nem, akinek nem mondtam, az nem tudja, úgyhogy nem public, de az lesz majd egy idő múlva. De szerintem addig, amíg el nem jutunk, addig, hogy elmegyünk benni, fel akarom teljesen folyamatot, a vásárlástól minden részletét fel akarom menni, és akarom publikálni, mert ez tényleg egy My Summer Car Project lesz. Rengeteg munkával, sok kihívással, tök frankó lesz szerintem, srácok. Na, az arról mindenképp egy videósorozatot akarok csinálni, mert az egy olyan álom lesz, ami végre úgy megvalósul. Subidubidú! Csak sajnos ugye azért nem olyan olcsó, annak ellenére se, hogy sokan ugye, hogy mondjam, annyi pénzből, amennyi behoz kerül, annyi pénzből szinte tudok venni egy német prémiumot, amiről beszéltünk, Audi, BMW, és sokan nem gondolják, hogy az annyiba kerül, értitek, vagy sokszor, hogy, hát így, ne, jó. Jó, igen, egyébként ezeknek a német prémiumnak a státusz szimbólumát soha nem tudom megérteni, amikor hát az az igazság, hogy sokan nem tudják, hogy mennyibe kerülnek, hogy mit tudom én, egy E46-ot már kapsz 4 kilóért, 400-ért, érted? Aztán sokan meg elhiszik, mert azt gondolják szerintem, főleg hozzá nem értő nők, hogy az egy ilyen nagyon prékocsi, vagy egy E60-ad, vagy egy E90-et kapsz, érted? 800-ért, vagy 1 millióért, már, vagy még az alatt is, és tényleg azt gondolják, hogy az nagyon durva, aztán nagyon nem. Na! Ez körülbelül olyan árban van, érted, mint egy jobb állapotú 206-os pösfú, vagy nem tudom. Most nem azt akarok venni, csak értitek a különbséget, vagy... Nem nagyon vannak tisztában az értékekkel, azokat ugye át lehet verni. De hát a komolyan barcokat nagyon nem. Oké, okay. Ja, de egyébként nem, most nem akarom leszólni a BMW-seket, meg az Audi-sokat, meg a Mercedes-seket főleg nem, mert azt szerintem azért egyel, szememben egyel több jobb, mint az előtte lévő kettő. Persze minden együtt lehet helyén kezelni, meg minden egyinek megvan a múltja, nekem például mondjuk az E30, E36 vonal, az mindig, az E30, M3, az még mindig többet ad, meg többet, na, jobb vibe-ja van, mint egy mostani BMW-knek, főleg ezeknek az iszonyat, dög nehéz M4 Competition, amik olyan MS BMW, amelyik olyan nehéz, mint a dög, cserébe persze erős, viszont ugye a súlyt, azt nagyon nem lehet mindig elmaszkolni, főleg a kanyarban. Na mindegy, nem akarok belemenni ebbe, az a lényeg, hogy nekem az a könnyed... E30-as DTM korszak az nekem jobban bejön a BMW-nél, mint a mostani. Hát az még motorsport volt a javában. Oké. Okay. Akkor kellene mennünk egy E2-t, arra gondoltam. Ezt a pótkocsit itt hagyom. Aztán a fűvel kellene foglalkoznunk szerintem leginkább. Úgyhogy kell egy E2-t vennünk, gyerekek. Mindenképpen. Várja, ide belemegyek. Azt akkor vásároljunk itt. Legyünk autentikusak. Vagy mit csináljunk? Várjátok, ez a krumpli ültető... 26 000! Mész te a tököm, tudja hova. 26 000? Hülye vagy? Na, akkor nézzünk eszközöket, és akkor... nem tudom, hogy ez hol, talajlazítók között volt nekem olyan szerintem. Ekelyett is használhatok. De mindenképp olyan kell, ugye... Amivel... Ezt beszéltük, ugye? Új szállítóföldet alakíthatsz ki. 2 méteres. Na, ezt néztük szerintem. Ez is 2 méteres.
Ez a Caterpillarnak egy valamilyen. Ezt néztük, igen. Jó, akkor egy ilyet kell vennem. Milyen? Valami jó feltörő legyen. Mondjuk pont a sárga az nem. De, legyen a sárga. Jó, srácok, megyünk szántani. Azt közben beszélgetünk. Régen is egyébként. Talán ezt szerettétek, amikor így elbeszélgettük bizonyos témákról, ami az, hogy ti is így át tudtok gondolni, hogy éppen miről beszél a képer. Hát ez nem széles, basszus, ez még a traktor szélességnél is gyöngébb. Egyébként azt a füvet asszem, mi a szar, na, kezdődik, ez a legjobb. Egyébként a játék, imádom, amikor mindig egy mod miatt, de ezt én, nekem így ráérzek, srácok, hogy ráérzek, hogy hogy modok miatt kell nekem mindig szívni. Ez hogy sikerül, hallod? Ezt én nem tudom képzelni. Konkrétan megint egy bugos mod. Hosszába veszi fel, miért? Hogy lehet, és egyébként ezeket mind olyan helyről töltöm le ezeket a modokat, amik nagyobb ilyen modder oldalak. És ide nézzél, testvérem. Várjál. Jó, hát csodálatos. Most buktunk nem tudom mekkora összeget, emiatt, mert ez egy nem jó mod. Meg még ráadásul az összes tervünk az dugába dőlt. Csak csodás. Nagyon jó. Hú, basszus. Komolyan mondom, srácok. És nem tudom mennyire vettem, de talán azért annyira sokat nem bukunk rá, de bármennyit bukunk, azért ez kellemetlen tud lenni, nem? Édes Istenem. Azon gondolkozok, hogy a fűnyírók, fűkaszák között nem tudnék valamit venni. Fú, gyerekeket, ez 7000. 7000 valami. Valamennyit buktunk biztos. Üzére gondoltam kaszálógépekre, hogy nincsen valami olyan, ha, ami önjáró, tudod-e? Vannak ám olyan cuccok, érdekes dolgok. Mi ez? Ez miért nulla? Nullába kerül. Á, de tök jó! Ez gáz, hogy nem nullába kerül. 4000. Ja, már érzi, várja. Ez mi? Brand miatt? Figyeljétek, más brand. De érdekes, ja. 4500-ba kerül. Hát, ez nem olcsó. 250 egy kasza, 250 egy fűnyíró. Egyébként azon gondolkoztam, hogy meg kéne próbálni, azt nem tudom lenyírni azt a füvet, ami ott van már. Az lehet, hogy nem olyan fű, most olyan meg vagyok lőve. Egyik egy ilyen fűnyírót azt így elfogadnák. Mert akkor ugye nem kellene. Hát az nem zöldet, hülye gyerek. Legyen peros. Hát figyelj, fűnyírót mindenképp kéne vennem, nem? 250-be kerül. Úgyhogy ez egyszer legyen. Oké. Okay. Meg. Első csatoló nincs azon, ugye? Nincs. Úgyhogy ezt cseszhetem. De akkor megint nézegethetem át az ekéket. Ebből nem jövünk ki, jó gyerekek. Itt is megnézem, hogy, mert valamikor itt is beraknak ám olyat, ami képes úgy működni. Működni. Hogy? Nem, az csak az ekéklé lesz. Na, melyik a legolcsóbb második? Ó! Oh. Gyerekek, mit találtunk-e? Csak 950-be kerül, nézzük, melyik a legolcsóbb még. 600, 500, 1000. Két méteres ugyanúgy. Mekkora traktor? 80 lóerő traktor kell neki. 800! Hány ekefejes? Mi a kettő ekefejes? 800-ba kerül. Hát ez csak jó, nem? Legyen ez, gyerekek. Ilyen szép peros. Meg be is lagolt. Viszont, hogyha ezt nem tudom megemelni, akkor mindenképp csinálunk egy olyat, srácok, hogy be fogom kapcsolni a... ezt a modot. Ugye, hogy legyek erős, ez szuper. Kell hozzá. Jaj, ne! Mentés! Ezt most így jó. És miért nem kapcsol? Mi van?
Itt van a szuper erőmód, nem ez az? Be van kapcsolva. És ilyenkor... Ezek kellene azt csinálni, hogy... Jó, hát ezt amúgy is meg tudom emelni. Érdekes. Nagyon jó. Nem működik a szuper erőmód. De why? És miért nem? Na ugye akkor ezt hogy viszem el? Ó, de jó. Akkor villával fel kell raknom a pótkocsira, vagy nem tudom. Érdekes, hogy nem működik a szuper erőmód, de miért nem működik? Most kiléptem, beléptem ebbe a szarba. Ez tök jó. Ez érdekes, hogy nem működik. Tehát itt van, figyeld. Ugye? Yeah. Szuper. Jó, várjál, de lehet, hogy valamit kell hozzá nyomni. Altot. Jó, oké. Okay. Amiket így nagyon azért elbírsz, mármint egy fűnyírót azért fel tudok rángatni a platóra, akkor azokat tudjam júzolni. Igaz-e? Megnézzük mindenképpen. Ezt jól felraktam be. Mekkora ez a fűnyíró, gyerekek? Ez nagyon brutál. Kicsit nagy, nem? Ezt is felrakom. Tényleg ezt hadd használjam, gyerekek, mert akkor most kétszer gondolom, ti se akarjátok, hogy eljöjjek ide. Azért, mert a zekét nem tudom elvinni. Zekét nem tudom elvinni. És arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy le tudjuk-e nyírni azt a füvet, mert ott volt valami fű, de szerintem azt nem. Az lehet, hogy nem vonatkozik rá. Mert ezt jól fölkvakoltam, bazze. Ide az elejébe kéne berakni. Nem igen akar. Jó, talán nem esik le. Oké, gyerekek, vágjunk bele. Azt folytatom a eszmefuttatásomat, amiről éppen dumálgattam. És azon gondolkozok, más ugye nem kell. Jó, hát megnézzük, hogy ezt le lehet-e nyírni azt a fűjét. Ha nem, akkor csinálunk, kialakítunk valami kis helyet. 6200-unk van, nem sokat költöttünk, tök jó. Ugye a vetőgép az fog kerülni a lóvéba. Egyébként tudjátok, mit lenne érdemes? Birkákat. Ha már egyszer, ugye fű, víz az van, ha lenne fűvünk, akkor ugye víz meg fű kell a birkánknak, és akkor abból meg ugye lenne gyapotunk. Egy teljesen más jellegű farmot kellene létrehozni itt, mint máshol. Meg ugye nem is tudunk már nagyon tényleg azzal foglalkozni, mert ugye itt van terület bőven, tudnánk azt csinálni, hogy összeszántjuk a területeket, aztán toljuk neki nagy gépekkel, de nem tudod azt csinálni. Viszont azt megkérdezném, hogy szerintetek ne vigyem le 1 millióig az összeszedendőt, mert 5 évig, vagy 100 részig itt leszünk, mire 5 milliót összeszedünk szerintem itt. Úgyhogy lehet, hogy akkor annyi, jó? És ezt kihangsúlyozom majd a következő rész elején is. Ha valaki pont ezt nem látja, akkor azt nem tudja, hogy mi van. Ja, meg ott van még füvem, azt is össze kéne szednem. Fel a platóra, azt is el tudnám adni, ugye? Ja, ezt nem tudom, hogy ezt le lehet-e vágni, mindjárt kiderül. Jó, akkor altal tudok így izélni. Ez tök jó, hogy van rá egy külön kíj. Ezt lerakjuk, mert ezt lehet, hogy visszük tovább. Meg azt a nagy dómot ültetném bele inkább, vagy vetném be. Na, nézzük ezt a fűgyíró témát. Belvileg be kell szállni. Nem, be kell szállni. Igen, megnézzük az egyes. Kaszálógép bekapcsolása B. Na, jó sejtettem, látod, ez nem nyírja a füvet. Vagyis ezt a füvet nem lehetne nyírni, úgyhogy ez egy szumi. Hiába nyomok V-t, vagy B-t, vagy akármit. Meg. Jó, akkor ezt cseszhetem. Most egyelőre nem nagyon kell pénz, el kéne mennünk izéni, szántani. Nem próbáltam ki, hogy az eke az jó. Azt a gyerekek, van ám izé menü. Elmegyük, föl kéne szántani azt a nagy dómot, vagy valami olyasmit csinálni. Közben meg majd dumálgatunk. Azaz.
Gyerekek, amire ez megszántom, arra lemegy a nap, nem? Azt kéne, hogy ugye ezekben a domokban már van ilyen object eltüntető, ezt el kéne tüntetni. Mi ez? Shift H. Nem. H. Hát tudod, van ilyen izén. Ugye van egy ilyen mod, amivel ilyen objekteket el tudsz tüntetni. Szóval nem kell editorba csinálod mindent, és ez tök jó szerintem. Hát tudod? És utána vissza is tudod rakni, ugye a Shift H-val meg tudod nézni, milyen objektek vannak eltüntetve. Ez például, nem ez csak talaj, jó, oké. Ha kereszt a dómot is eltüntethetném, vagy bármit. Úgyhogy van egy ilyen opció. Ja, lehet, hogy 1 millióra átmódosítom, jó srácok? Hogy annyibe kerüljön ugye az interdimenzionális kapu nyitás, vagy féregjuk nyitás cucc, vagy mi az tárgy megalkotása. Jó, gyerekek, ez a nagy dóm szerintem ezzel kéne valamit csinálni. Itt vannak területek, hát nagyon sajnálom, hogy nem tudom használni, de igazából, ha már kitűztem magamnak ezt a célt, akkor ezen nem módosítsunk. Úgyhogy mindenkinek szerintem azt javaslom, hogy de minden téren, hogy nem, ne másoknak próbálja megfelelni, mert attól nem biztos, hogy boldog leszel. Bár sokat jelent, mindjárt mondom. Nyilván sokat jelent mindenkinek az, hogyha elismerik, bármilyen formába. És sokszor ugye azt úgy éred el, hogy olyan dolgokat csinálsz, amit elvárnak tőled és szeretnének. Azt néztem, hogy ez marsi talaj, de miért ilyen rohadt sötét van itt benn? Itt fog nőni a fű, ez nem zavaró, hogy olyan? Böszmelet sötét van itt benn, gyerekek. Rendesen, ez rendesen árnyékol. Azt a milyen pici az a traktor! Ez azt hiszem mindig, hogy ez olyan kicsik ezek a dómok, de aztán szerintem ezek ilyen városnyi elfér benne. Ja, vagy pedig úgy kéne, hogy felét megcsinálni ilyen birkákat lerakni felét meg. Lehet, hogy valahogy ki kéne találnom. El kéne kezdenem szántani úgy. Elvileg be kell kapcsolni ugye. Területek létrehozásának engedélyezése. És akkor mehet, hadd szóljon szerintem. Így a bal oldalra csinálunk egy legelőt, vagyis egy kaszálót. A jobb oldalon meg lesznek mondjuk a birkák. És akkor itt el tudok kezdeni kicsibe a birkákat nevelni. Viszont kell leraknom kutat majd ugye. Ez nem lett a legengyenesebb, majd mindjárt húzunk még egyet. Figyeljetek, eddig kellene így, nem? Mit szólnátok? Így. Hát ez tök jó lesz. Ezt már most látom, hogy ez így jó lesz nekem. Elkezdődik a gazdaság, féltem ettől. Megmondom őszintén, féltem. Hogy ez biztos jó lesz nekem. Várjatok. Tudom, hogy a szántás most minden csak nem autentikus. Figyeljetek, csak a szélét akarom egyenesre lehúzni, mert engem zavar, hogy ilyen töredezett. Nagyjából, hogy legyen. Legyen egyenes, mert aztán annyira mindegy, nem, srácok? De szerintem elmondom nektek, gyerekek, hogy itt sötét van. Komolyan sötét van. Oké, skacok. Ugye milyen opciók vannak? Hogy működik ez a szántás? Van össze meg szétszántás. És ugye úgy kéne dobatni. Nem, ez jól jöttem. Nem jól jöttem. Mindjárt úgy akarom csinálni, hogy akkor már valós körülmények között. Ugye be kéne rakni a barázdával az egyik kerekünket, és akkor rádobatni oda. Így. Így kellene, így lenne a jó, ugye? Gyerekek. Így lenne jó. Ez egy ilyen szétszántást csinálunk most, csak ugye
mivel nem forgatható az eke, emiatt ilyenkor azt kell csinálni, hogy át kell menni a föld másik felére, a végén meg majd ledüllőzzük. Úgyhogy ilyenkor már egy kés emelhetek, és átmegyünk a föld másik felére. Itt meg szerintem, hát így eddig, nem? Kb. Legyen ideig. Nagyjából. Szerintem ez jó lesz. És ugye ezekben a nagy dómokban viszont a gépi munkás se fog normálisan működni, abban biztos vagyok. Úgyhogy azzal lehet, hogy fogunk szívni. Jó, mert itt pont ki tudok menni a széleig. És akkor eddig lesz fű. Eddig lesz fű, srácok. Az nem tudom, milyen talaj akar lenni. Ez elég furcsa, olyan, mint a shoulder lenne, vagy nem tudom. Oké. Okay. Jó, hát ezt megpróbáljuk megszántani ezt a kockát. És akkor itt lesz a fű, ott meg lesznek a birkák, és ez el tudok kezdeni gazdálkodni azért. Szerintem ez egy ilyen hálás lesz. Az eke nem a legnagyobb. Elvileg így jó, mert ugye pont egy barázdából ugye kidobatunk jobbra, és a következő menetben ugye abból a barázdába fogjuk rakni a kereket, és akkor úgy fogjuk a következő kettő eke fejjel ugye hántani a földet jobbra. Szerintem ez így perfekt. Jó ez így. Ugye össze-vissza nem tudnál, hogyha fordítható eke lenne, ugye a fekefejeket ugye át tudod fordítani, egy modernebb verzió, jó eke lenne, akkor ugye tudnál oda visszamenni a földön, de amúgy meg nem tudsz, mert hát ez ugye érdekes lenne. És ilyenkor jön ugye az, hogy vagy össze kell szántanod, vagy szét kell szántanod, de valahogy meg kell oldanod normálisan. Nem oda-vissza tudsz menni a földön ilyenekével. Ez jó, ez jó, ez tetszik. És ugye azt szokták variálni az összeszántást és a szétszántást, hogy megvan, hogy melyik éven mondjuk itt csinálják, melyik éven úgy csinálják, hogy azért valamennyire a föld az homogén maradjon. Egyébként azt is tudnám csinálni, hogy itt középen ugye belekezdek még egyszer, és akkor két kisebb területet szántok. Tehát nem kellene ennyit járkálnom ide-oda, hanem ugye tudnám ezt így variálni. De hát mondjuk most annyira talán nem probléma, mivel ez egy játék, hogy meg nem olyan nagy távolság az, hogy oda átmegyek. Ja, ezt felszántjuk, és akkor jöhet a vetés. Gyöppe fogjuk bevetni, és ide mindenképp egy kút is kellene. Hát, igazából ebből az a gond, hogy annyira sok pénzünk egyelőre nem jön. De hát valamivel el kell kezdenünk. És ez ugye később jó lesz állattartásra. Meg kell nézni, mennyibe kerülnek a birka, kisebb birka legelők is. Hát mindig igazodni kell a mapnak az adottságaihoz. Épp ezért lesz érdekes, hogyha azt csináljuk az 1 millió után, hogy ugye mindig random mapra fogunk ugrani, mint a Slidersbe. Ugye az a terv. Az új játékosoknak mondom így mindig újra el, hogy ugye az a terv, hogy itt összeszedünk 1 milliót, és akkor gyakorlatilag készítünk egy olyan eszközt, egy ilyen kézi eszközt, amivel egy ilyen multiverzumokra nyilló térkaput tudunk nyitni. És minden egyes tizedik rész után ezt meg kell nyitnunk ezt a kaput, és át kell ugranunk egy random mapra, egy random időbe. Tehát fogunk sorsolni majd, hogy mondjuk 1973-ban érkeztünk, és erre a mapra, és akkor ott fogjuk folytatni ugyanazokkal a gépekkel, amikkel ott ugye tudunk működni, csak olyan gépeket tudunk használni. És ugye 10 részünk van mindig termelni pénzt, és akkor így minden 10 részben nem kezdjük újra, hanem gördítjük magunk előtt a pénzösszeget, és tudunk költeni. Srácok, ez a számítás, ez nem kis pálya. Az a baj, olyan iszonyat mennyiségű mod van már a modmappámban, de olyan mennyiségű, meg még ráadásul én saját magam át variáltam ugye ezt a mapot is, tehát nem is létezik ez a map semmilyen oldalon.
Tök jó lenne, hogyha tudnátok jönni segíteni, ezen gondolkoztam, csak akkor ezt a borzalmasan nagy modmapát nem tudom, hogy hova, valahova fel kellene töltenem, ezt le kéne szednetek, akkor talán minden mod stimmel, meg minden, akkor ugye be tudtok jönni, és tudtok segíteni, csak én is folyamatosan nézem a modokat, hogy mit rakjak be. De miért van itt ilyen sötét? Egyébként azt hiszem, ezt tudom módosítani. Csak az a gond, hogy most megint módosítom ezt, és utána működni fog. Mármint tudom, hogy mi a probléma. A Giant Editorba ugye bele tudod állítani, hogy ennek legyenek konkrétan árnyék ennek az épületnek. Van egy ilyen kapcsoló. Csak azt szerintem az be van kapcsoló, és azért van ilyen böszme sötét itt. De hát majd esetleg lámpákat vagy valamit tudok lerakni. Annyira nem zavar. Csak remélem, hogy működni fog rendesen a növekedés, a fű, meg minden. Hát srácok, itt aztán akkor jó van. Itt azért megy az idővén. Ja, térjünk vissza akkor a projektre. Igen, ezt úgy gondoltam, hogy azt fogom mindenképp csinálni, mert mivel hát azt pont egy olyan jármű lesz, amit azért érdemes nekiállni kapásból, hogyha megvette az ember, hát szétbontani, alvázvédőzni, megnézni, hogy mi van rajt, hogyha rohadáson akkor hegeszteni. Tényleg, valószínűleg, hogy fényezni is fogom, bár ez nem 100%, mivel van elképzelésem, hogy hogy nézzen ki, és emiatt egy ilyen iszonyat hosszú sorozat lesz, így beköltözünk a garázsba, és a garást is kicsit stúdió jellegűre varázsoljuk, ki lesz festve, kicsit így átalakítom, arra gondoltam. És akkor ezt meg fogom csinálni, ezt egy nagyon hosszú sorozat lesz. De valószínűleg, hogy egy ilyen hónapokat fogunk a garázsba tölteni, még mielőtt ki fog gördülni a jármű az utcára. Szóval igen, szóval ebből egy nagy sorozat lesz, hogyha ez összejön, de biztos, hogy összejön, csak az a baj, hogy idő kérdése, hogy mikor jön össze. De hát igazából nem rohanunk sehova. Na meg tudnám most is egyébként venni, csak valami olyat akarok belőle venni, ami egyen jobb, mint az ilyen nagyon lepukkant. Igaz, hogy munka mindenképp lesz vele, mert olyat nem tudsz venni, amelyik teljesen neked tetszik ebből. De tényleg akkor már egy jobbat kellene venni. Ki ha ilyen rébuszokba beszélek, nagyon furcsa lehet így elképzelni. Aki ismer egyébként, szerintem pontosan tudja, hogy milyen járműről beszélek. Aki ismer, azt tudja. Aki régóta nézi a csatornát, már volt erről szó, hogy én szeretnék ilyet. Nagyon bánom, hogy soha nem csináltam, meg fogom csinálni, és így akkor az egyik legnagyobb bakancslista meg fog lenni. Igen, úgyhogy hónapokra garázsba költözés lesz, gyerekek, a 100%. Dirib darabra szedjük, ha kell, utána összeépítjük, és az a lényeg, hogy a next szezonra, úgymond következő tavaszra. Igen, tudom, hogy májusban, tudom, de ez tényleg egy olyan projekt, amit így semmiképp nem akarok félváról venni majd. Jó, gyerekek, igen, ez így lesz. Hát itt aztán azért lehet szántani, és itt most látni, hogy ez a dóm, ez különben böszme nagy. Szóval nem ilyen, nem olyan túl kicsi. Viszont igen, ez az eke meg ez túl kicsi. De hát ez ilyen. Na, gondolkozok egyébként, hogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt gameplayen kívül fogom felszántani. De ez nem kis pálya, és ne nézzétek végig, hát ez szerintem egy ilyen másfél óra lesz. Szóval ez lehet, hogy azt csinálom, rakok be valami zenét magamnak, ez gameplayen kívül ezt így felszántom. De még egy kicsit maradjatok velem, ha már itt vagytok, nem? Beszélgetünk, vagy lehet, hogy nem sokan vagytok itt, lehet, hogy csak két ember rögzi, lehet, hogy csak te nézed, aki itt vagy velem most. Akkor viszont mindenképpen köszi, hogy itt vagy. Mondjak egy információt? Basszus. Kellene mondanom egy olyan információt, amiből kiderül, hogy csak te vagy itt. Vagy hogy hányan vannak ilyenkor itt? Ez tök érdekelne. Ezt így, biztos, ja, van ilyen kimutatás, hogy mikor nézik a videót, meg minden, de szerintem nem olyan releváns. Mármint nem is olyan pontos, reprezentatív, hogy azt jól mutatja a dolgokat, mert valami sokszor beleúszkodnak, meg minden. Úgyhogy mondok,
Figyelj, mondok percenként egy betűt, mondjuk kb. Percenként, és akkor abból egy szó ki fog jönni, és azt, ha leírod, akkor beszívezem a kommentedet, és válaszolok mindenképp a kommentre, akármit is kérdezel, vagy írsz, jó? Úgyhogy legyen az első betű M. És így a szántás közben mondom a következőt. Ez mekkora? És lehet, hogy csak te, aki most ezt így nézel, az fogja ezt érteni, és senki nem fogja érteni, hogy miért van ott az a szó. Hoppa! Ez milyen kis, ilyen Black Mirror. Meg egy ilyen, ezt tudjátok mi? Ezt nevezik ilyen negyedik fal áttörésnek, nem? Egy harmadik fal, negyedik fal áttörésnek, amikor ki tudsz nézni és interaktívvá tudod tenni ezt a dolgot. Na, ugye akkor a következő betű az legyen O. Oké? Okay? Következő betű az O volt. És mindjárt mondom a... Nem sokára mondom a következő betűt, addig beszélgessünk valamiről, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Ja, egyébként nagyon gondolkozok azon, hát nem, annyira, nem is annyira gondolkozok, hogy milyen jellegű legyen az a jármű, hogy majd ilyen fúgyárias, ilyen stances jellegű. Ugye a fúgyárias az tényleg az, hogy ilyen nagyon gyári, magas, amilyen volt, minden ugyanolyan, amilyen volt. Ugye lehetne ilyen stances, ami annyit jelent, hogy esetleg egy kis ültetés, több króm, több csillivilli, tudod, egy kicsit ilyen túl tolva a csillivilliség, meg csillifelni, tudod, ilyen krómfelni, de vagy olyan alufelni, amik ilyen nagyon polír, meg ilyen nagyon megültedve, az ilyen stances jellegű. Ugye van az ilyen racse jelleg, nekem az annyira nem jön be, úgyhogy az annyira nem. Úgyhogy azon még gondolkozok, hogy milyen legyen. Na, a következő betű a Z. Különben közben találom ki, mi legyen a szó. Most próbálok arra rájönni, hogy ezekből a betűkből mit lehet kihozni, és mi legyen a negyedik szó, vagy a negyedik betű. Ez nagyon jó. Úgyhogy a kommentedben leírod ezt a szót majd, és esetleg kérdezel valamit, vagy bármi, reagálni fogok mindenképp a kommentedre. Így bizonyítandó, hogy így te is itt vagy, meg én is itt vagy, és gyok, én is itt vagyok, meg te is itt vagy, és tudunk kommunikálni, még ilyen videón keresztül is, ami tök érdekes. Na, következő betű E. Oké? Okay. Alakul. De közben legalább tudok szántani. Ez bírom ezt az UTV-t, tök jó. Szép. Írtátok egyébként, hogy nagyon, nagyon sok jó UTV-mód van. Népszerű traktor. De tök érdekes, hogy ez ilyen népszerű traktor, nem? Bár azért eléggé ilyen lokális elrendezés, mármint elhelyezkedésű lehet ennek a traktornak így a fellelhetősége, nem? Mert oké, hogy Magyarországon van, de ez ugye ez egy román traktor. Nem hiszem, hogy nyugatra nagyon szállítottak belőle sokat, esetleg ugye a régi KGST országokba, de hát ugye az ruszkiknál ott volt az MTZ, most nem hiszem, hogy oda vittek volna UTB-t, ha legyártottak ott mit tudom, milliónyi MTZ-t, meg Kirovecet, meg az Isten tudja még milyen, mit nem. Nem tudom, hogy milyen országokban lehet ezt még felelni. Na és az utolsó betű akkor, gyerekek, S. S. És akkor ezeket a betűket rakd össze, amit ugye elmondtam, és leírod, és akkor nyugodtan kérdez, vagy írsz valamit, akkor reagálok. És akkor itt egy ilyen interaktív kommunikációban lesz részünk, ami szerintem tök érdekes. Ezt meg szerintem, srácok, akkor megcsinálom gameplay-en kívül, nem fogok csalni,
hát nem is nagyon tudok, ezt mindenképp így felhántom itt a földet, még szerintem legalább 10-szer ennyi van, mint amennyit csináltunk, és akkor a következő részbe ott fogunk kezdeni, hogy én ezt így felszántottam, meg írjatok nyugodtan tippeket, egyébként írta valaki ám, hogy az a birka legelőt, ezt már próbáljam meg, mert ez nem egy utolsó dolog. Viszont vízlelőhely, vagy pedig... Nem kell vízlelőhely, mert azt hiszem, az van a mapon. Szóval azt így megoldom. Na jó, és srácok, közben akkor búcsúzik a képből. Mindenképpen jövök farmingra, nincs leállás. Bocs, hogy egy hétig nem volt. Rengeteg videót vettem fel, most nem tudom, nagyon rápörögtem egy csomó minden témára. Igazából ki is estem, ugye a játékokból egy évre szinte, mivel egy darab MMO RPG-vel játszottam, és abból pont elegem lett, és emiatt semmivel, semmi mással nem is toltam. Úgyhogy emiatt, és nekem is újdonság, hogy újra itt vagyok. Azt a gyerekek, hát ez nem ki... Egyébként így már, igen, így látni, hogy ez egy nem kicsi legelő lesz. Ez egy nagy lesz, ez nagy legelő. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!